Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a mai este negyedik mérkőzésével, ahol is a Team Solo Mid csap össze az Echo Fox-szal. Jó magam, Tanatosz vagyok, szakkommentátor, társam pedig a Jóvin lesz ezen a mérkőzésen. Szervusz Zsolti! Szervuszok, üdvözlünk mindenkit ezen a csodaszép estén, és ahogy te is említetted, elérkeztünk a negyedik mérkőzéshez. Frogger ugye továbbra sincsen, minden igaz Golden Glue fog a középső ösvényen játszani, és hát a TSM-nek azt hiszem, hogy szüksége lenne ténylegesen egy jó győzelemre, mert mostanában azért ez eléggé ritkán találja meg őket, és talán egy kis önbizalomnövelés is elférne most már a csapatnál. Ne felejtsük el, egy eléggé nagy hagyatékkal rendelkező csapatról van szó, ugye a TSM oldalán, és illene most már felnőni ahhoz a névhez, ami eddig nem igazán sikerült. Talán az Echo Fox pont egy olyan csapat, aki ellen elkezdhetik ezt a tendenciát, a felfele ívelést. Björzenek minden esetre még sokat van mit bizonyítania. Hát talán Björzenek pont bizonyítania nem kell, hiszen ő mindig a helyén van, hogyha a teljesítményét nézzük, de hát tőle ezt már megszokhattuk, hogy nagyon lefelé nem tud menni, hogyha teljesítményről van szó, maximum megint mutat valami jobbat, mint az előző alkalommal. És hozzá szeretném tenni, hogy alapvetően a TSM-nek az a legnagyobb problémája, hogy egy meccset mindig el tud hozni a héten, egy meccsen pedig kikap. Tehát olyan hullámzó teljesítményt hoz, amivel szerintem ők sem nagyon tudnak jelen pillanatban, legalábbis eddig nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Amikor például megversz egy Counter-Logic Gaming-et, de kikapsz egy Energy-től, mind a kettő nagyon erős csapat, és ott meg kell találni alapvetően a miérteket. Talán amúgy az lehet az egyik nagyon nagy gond náluk, hogy a kommunikáció még nem annyira kiforrott, és nem is azzal lehet a gond, hogy mondjuk a hívások nem jók egy Yellowstar-tól, ezt azért mondjuk eléggé, tehát ezt ki tudnám zárni rögtön. Igen. Az elején, hanem a egymás mozgásának, hogy mondjam, az érzékelése az, hogy tényleg tud, hogy hol van a másik, és hogy mire számíthatsz a másiktól, ez szerintem még hiányzik a TSM-től, nem egy olyan túlvállalást láthattunk az ő részükről, ami hát sajnos végül végzetesnek bizonyulhatott. Igen, kicsit olyan, mintha ugye itt lenne Yellowstar, de mégsem annyira érzékelnénk talán a jelenlétét, legalábbis amit ugye a Fnaticnél megszokhattunk nála, az a taktikai és stratégiai zsenialitás, ami miatt tényleg annyira erős volt a Fnatic, ez egyelőre még nem érződik, és ugye mi a csapatkommunikációban nyilván nem látunk bele, de én azért arra is kíváncsi lennék, hogy mennyire övé esetlegesen tényleg a domináns hang a csapaton belül, ami ugye Fnaticnél tudtuk, hogy így van 110%-ig. Itt viszont azért ne felejtsük el, van egy Björgzen a középső ösvényen, aki ugye szintén mint Shotcaller dolgozott nagyon sokáig, és elég sokat dolgozott rajta, hogy ebben jó legyen. Most pedig ugye érkezett egy másik öreg róka, akinek talán, sőt nem talán, hanem biztosan még több tapasztalata van ilyen téren. És például nagyon kíváncsi lennék a kettőjük dinamikájára, hogy ők ezt mennyire osztják meg egymás között, vagy megosztják-e egyáltalán. De minden esetre ez hamarosan ki fog derülni, ugyanis a tiltási fázist már el is kezdtük. Rögtön egy Lissandra az első a TSM oldalán, illetve egy Quinn a Fox-tól. Egészen konkrétan, ugye a Nidalee tiltáson sem lepődünk meg, az előző három mérkőzésen folyamatosan jelen volt, és egyértelműen hozzájárult a csapatok győzelméhez ez a választás. Nagyon, de nagyon furcsálottuk, hogy nem láthattunk jó teljesítményt sem Észak-Amerikában, sem EU-ban igazából Nidalee-től. Mostanában azért már kezdenek bemelegedni, és főleg a mai nap tényleg a megkoronázása Nidalee teljesítménynek, hiszen a láncsák találnak, a lekövetések jók, és nagyon jól ki lehet használni a runa visszhangot is, amivel úgymond a piszkálódási potenciája még erősebb lett. Igen, egy picit visszatérhetett a régebbi stílusú Nidalee, ugye megpróbált mesterlövészt játszani kilométerekről, ettől függetlenül a beugrása is ugyanannyira domináns lehet, de a dárdák ugye azért erősebbek valamelyest. Gangplank tiltás, ez természetesen érkezni fog, bár nincs már 100%-os győzelmi aránya, de ettől függetlenül még egy erős választás, illetve az egyre inkább felfelé ívelő középső ösvényes korkit sem fogjuk ezen a mérkőzésen látni, ugyanúgy, ahogy a véd meg a kettős lövészet kompozíció egyik alappillérét sem, a Lulut. Hunter viszont elhozza Poppit, ez még kérdéses, hogy ez kinek a kezébe fog kerülni, de a Hunter már nem egyszer popizott, így talán valószínűsíthető, hogy inkább ő fogja ezt elhozni, sem mint Svenskeren. És a Nidalee tiltás olyan szempontból is érdekes, nyilván szükség van rá, és esetlegesen a TSM nem feltétlenül szerette volna ezt első választásként bevállalni, de Svenskeren ne felejtsük el, egykoron egy legendás Nidalee játékos volt, én minden esetre szívesen megnéztem volna, hogy most mit tudott volna mutatni ezen a hősön.
Hát úgy tűnik, hogy viszont a TSM úgy döntött, hogy ők most nem szeretnék Svenskerennek ezt a lehetőséget odaadni, sem Hardnak ezt hozzá kell tenni. Hard érkezik, ugye egy Ellis választással, ez egy magabiztos választás lehet, hiszen Ellis viszonylag könnyedén tudja uralni a saját dzsungelét, néha még egy kis lopkodás is belefér az ellenfél dzsungelében, viszont nagyon kíváncsi leszek majd, hogy milyen Ellis láthatunk, hiszen a nagyon tankos Ellis vagy full tank Ellis választások megbüntették magukat az eddigi évad során. Kell a sebzés arra az Ellisre, hogy egyáltalán érjen valamit, a Kalista mellett pedig majd meglátjuk, hogy a Fox mit választ még, a TSM már megtette. Egy alsó ösvényes Alistar fog majd érkezni, és így a Graves választással talán már biztosan mondhatjuk azt, hogy Poppy a felső ösvényre fog jönni, míg ugye Graves majd a dzsungelben fog ólálkodni. Talán egy jó választás lehet ugye az Alistar szemben, ne felejtsük el, Gravesnek is van egy csúszás, ami tökéletes lehet a gubók kikerülésére. És ahogy te is említetted, ugye kérdéses az Ellisnek a pozíció, hogy hogyan fogják ezt játszani. Észak-Amerikában egyébként érdekes módon talán a tank Ellis az, ami inkább szeretettebb, Európában az agresszívebb Ellis szoktuk látni, természetesen kivételek vannak, hamarosan ez majd ki fog derülni. Trash választás az alsó ösvényre, így egy, megint egy elég jó kompozíciót láthatunk a Fox oldalára, legalábbis ami az alsó ösvényt illeti, hiszen a CC az ott lesz bőven, ott lesz a halálos ítélet, a nyúzás, a doboz, és ne felejtsük el Trundle-nek ugye a területi folyamatos lassítását, illetve elzárási képességét, hogyha a dzsungelben alakulna ki egy harc, az a jégoszlop bizony eléggé meg tudja nehezíteni egy esetleges menekülési próbálkozás. Viszont pont az első mérkőzésen láttunk már egy Poppy Trundle felső ösvényes összecsapás, ahol ha nem is az sikerült megmutatni, hogy Trundle jégoszlopát egy hősi rohammal ki tudja használni Poppy, de mindenféleképpen kiderült az, hogy a troll nem nagyon tud mit kezdeni a Poppynak az elbarangolási, nem tudom, képességeivel, tehát nem nagyon tudja megakadályozni, hogyha előre tolja az ösvényt, utána pedig elmegy, meg lehet őrülni Poppyval, és lehet segíteni a többi ösvényt. Björzön egy őrülszindrával érkezik, ami az ő részéről egyértelműen egy jó választás, nem egyszer megmutatta, hogy magabiztosan kezeli ezt a hőst, kérem szépen. És hát így meg is van az összeállítás a TSM oldalán. A Fox utolsó választása lehet már csak a kérdés. A TSM oldalán egyébként úgy alapvetően Alistaron kívül túl sok tankosság nem található. Mondjuk még ott van azért egy Poppy, valószínűleg bírni fogja a pofonokat, de a sebzés gyanán biztos, hogy nem lesz hiány a TSM-nél, hiszen van egy Graves, van egy Syndra, meg még egy Double Lift is. Úgyhogy aki ugye Lucianál fog játszani. És ráadásul a középső ösvényen Björgzenek ugye nagyon jó zónázási, illetve kábítási potenciája lesz majd, hiszen azokkal a golyókkal bőven elég messziről lehet büntetni majd az ellenfeledet, és mi más lehetne erre egy jó választás, ha nem egy Lux, aki szintén hatalmas hatótávval rendelkezik, neki is van lekötése, ráadásul az a pajzs, és most nem csak az idéző képességére gondolok, hanem ugye a spektrum pajzsra is, szintén jól jöhet majd Syndranak a burstje ellen, ami, mint tudjuk, eléggé nagy. Minden esetre, ami egyelőre érdekesség lehet, az az, hogy Big ugye égetést hozott. Ugye a középső ösvény ennek a hiánya mondhatni majdnem kötelezővé teszi ezt. Viszont ez azt jelenti, hogy nem lesz kifárasztás, ami pont egy Syndra ellen eléggé jól tud jönni. Sőt, akár Graves-t is ki lehetne itt emelni, hiszen neki is rengeteg burst sebzése van. Így azért óvatosan kell majd minden esetre játszania az Echo Foxnak, hát meglátjuk majd, hogy mennyire sikerülnek azok az elkapások, hiszen Lux azért elég messziről tud embereket lekötni, és onnantól kezdve viszont jöhet már a halálos ítélet, és a többi. Úgyhogy alapvetően ezek a harcok véleményem szerint viszonylag messziről fognak elkezdődni, és egy esetlegesen távolról betalált lekötő készség lehet az, ami majd kirobbanthatja ezeket a kisebb harcokat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a két csapat mit fog tudni kezdeni egymással. Irgalmatlanul sok múlik majd az egyéni teljesítményeken, hiszen egyik ösvényről sem mondhatjuk azt, hogy olyan könnyedén tud esetleg győzedelmeskedni. Sem a Lux Syndra párharc nem lesz annyira könnyű, a Poppy Trundle szintén nem. És hát az alsó ösvényen is azért Lucian Alistar szintén büntetni tud irgalmatlan módon, de a Thresh Kalista szintén. Na de!
a TSM és az Echo Fox összecsapása, ami a mai este negyedik mérkőzése kezdetét veszi, hiszen az idézők betöltöttek a saját szurdokukba, a kék sarokban a Team Solomid, míg a pirosban az Echo Fox! Hajrá, egyik ne hagyd magad, másik tökéletes tükörképet láthatunk a két csapatnál tárgyválasztások terén, és egyelőre úgy néz ki, hogy a tornasor lesz az, ami ezen a mérkőzésen a módi lesz. Nem nagyon láthatunk egyelőre mélységi őrszemeket egyik csapattól sem, inkább a saját bejárataikat szeretnék védeni, sőt, mi több, ugye ösvény cserének sem igazán lehetünk szemtanúi egyelőre, igaz, még csak az első percben vagyunk, tehát még akár meg is gondolhatja magát egy-egy csapat, de köszönhetően annak, hogy hogyan helyezték el az őrszemeket, ebből már azért lehet következtetni, hogy valószínűleg egy hagyományos ösvényfázist láthatunk majd ezen a mérkőzésen, azaz korai torony döntések, de ahogy kimondom, nyilván Double Lift és Yellowstar már is elindulnak a felső ösvényre. Szóval a TSM oldalán lesz. Egyértelmű, hiszen látták, hogy ugye pontosabban hallották, hogy a csalit meg lehet enni, nem lesz ösvény csere, akkor gyere gyorsan fölmegyünk. Ha ez egy ilyen nap. Ez így van. Viszont akkor vegyük végig, hogy mikkel rendelkeznek a csapatok. Alapvetően elsősorban nézzük a torony rombolást. Ugye egyedül a TSM részéről az a Graves és az a Lucian tud igazán nagyon, de nagyon gyorsan elpusztítani tornyokat, mert nekik meg lesz a sebzésük. Ezzel szemben a Fox mindössze talán kis oldalán rendelkezik olyan mennyiségű sebzéssel, amely már az elején a torony döntéseket segíti, így az ostrom képességben valamilyen szinten a TSM előnyen rendelkezik. És ez azért különösen is igaz, hiszen ne felejtsük el, Trundle nem régiben egy kisebb változtatáson esett át, név szerint abban, hogy a Q képesség, ugye a harapás most már tornyokra nem hat, ugye régen neki ez egy nagyon nagy erőssége volt, és többek közt emiatt volt annyira jó ösvénytoló, hiszen a tornyokra is tudta a képességét használni, ez azonban már nem elérhető. Közben pedig, ha megnézzük egy másik szempontot, például az ösvény takarítási képességet, akkor viszont már a két csapat sokkal kiegyenlítettebb ezen kompozíciókban, hiszen Björzen a szindrájával bőven fogja tudni takarítani a minionokat. Na, egy sújtással ennyi kész, Svenskeren úgy döntött, hogy ne nézelődjél te, én ezt elviszem. Szóval, Björzen képes az esvény nagyon gyorsan takarítani, ahogyan Golden Glue is. Az a Lucian szintén a képességeivel tudja takarítani őket, ahogyan Kalista is, míg a többiek azért ezzel alapvetően nem rendelkeznek. Hanzer és Solo akkor tud igazán jó váltott ösvénytolást tolni, hogyha a naptűzköpenyt megveszik, és ezzel a minionok takarítását sokkal gyorsabban tudják elvégezni. Na de közben láthatjuk is az egy-egy tornyos cserét alul, illetve fölül a két csapat részéről. Ez már szinte úgymond rutin munka mind a két oldalról. És ahogy a tornyoknak az életerejét nézzük, valószínűleg nagyjából egyenlő cseréről beszélünk, így viszonylag ugyanabban az időben fog majd ez a kettő ledőlni. Svenskeren közben egy sutyerákot szeretne elhozni magának, és farmban már most valamelyest elhúzott, legalábbis Harddal szemben mindenképpen. És hát a felső ösvényesek, ahogy azt megszokhattuk, nem túlságosan bővelkednek a farmban a játék első perceiben. Solo egy picit talán többet tudott ebből elhozni, de minden bizonnyal Hunter is dolgozni fog ennek a ledolgozásán. Na mindegy. Hát azon lehet dolgozni. Igen. Minden esetre hozzá szeretném tenni, hogy a TSM-nek hihetetlen fontos lesz a csapatküzdelmek során, és amúgy alapvetően már Svenskeren rajtaütéseinél is lehet ezt a potenciát kihasználni, hogy olyan irgalmatlan burst van az ő oldalukon, hogy csak na. Tehát, ha talál egy jó hősi roham Hauncer részéről, és valakit sikerül bekábítani, vagy a gyengék szétszórása Szindrától, és valakit sikerül bekábítani, akkor Björzen végső képessége egyben szépen Svenskeren Graves végső képességével valakinek az arcát könnyedén le tudja tépni. Főleg itt gondolok Golden Glue-ra és Keith-re. Luxnak nagyon észnél kell lennie ahhoz, hogy ő mind a pajzsát, pontosan mind a két pajzsát jól tudja használni, és még időben. Igen, és talán ami még fontos kiemelendő téma az az, hogy ugye ne felejtsük el, hogy a pajzs idézői képesség az ugye a kábítás alatt is használható, tehát hogyha Björzen betalál egy labdával, Lux ezt még utána is tudja használni, de amit te is említettél, ugye van még a Szindra mellett egy Graves is,
Tehát a kettejük ellen már nem biztos, hogy elég lesz még az a két pajzs sem. Minden esetre a lehetőség megvan arra, hogy erre válaszoljon. Látjuk majd, hogy Björze mennyire lesz ügyes a labdázása vagy tekézése, kinek hogy tetszik. Minden esetre a far mennyiségeket tekintve jelenleg nagyjából fejfej mellett járnak az emberkék. Nincsen túlságosan nagy különbség egyik ösvényen sem. Az alsó ösvényen ugye általában azt szoktuk meg a karisztáktól, hogy vagy egyből a sebzés, illetve az életlopás, vagy egyből ugye a támadási sebesség felé veszik az útjukat. Ezúttal Keith egy kicsit más utat választ, inkább mindkettőből beszerez egy keveset, így mind támadási sebessége, mind pedig sebzése lesz. Szemben a Lucian-nal, aki ugye nagy valószínűleg majd az Essencia Martalocot fogja hozni, ugye a pörőjének a két kardját már el is hozta. Nagyon érdekes, hogy két kardból hogyan csinálsz egy kalapácsot. Minden esetre ezt minden egyes meccsen bemutatják, ezt a egész egyszerűen kovácsolási bravúrt a lövészjátékosok. Hát le a kalappal, de főleg előtted, hogy ez egyáltalán eszedbe jutott. Minden esetre hozzá szeretném tenni még az eddigi gondolatmenetekhez, hogy mind a két csapat irgalmatlanul jó kezdeményezéssel rendelkezik. Tehát Hauser Poppia és Yellow Star Alice sztárja egyszerűen gyönyörű lehet egy csapatküzdelem megkezdésének szempontjából, valamint Björzen is még a gyengék szétszórásával tud segíteni, és Golden Glue illusztrálja azt, amit az ő oldalukról szerettem volna kiemelni, hogyha azok a fénycsapdák találnak, hogyha a gubok hártól jönnek megfelelő időben, vagy szólótól mondjuk a jégoszlopok, túlvilági hívásra nem is beszélve. Szóval mind a két oldalon, ha valaki csatát szeretne kezdeményezni, akkor csatát fog tudni kezdeményezni. A kérdés az, hogy ezen képességek milyen sorrendben jönnek ki a két oldalon, és mikor lesz egy jó kezdeményezés mellé egy jó visszaverése a kezdeményezésnek, azaz egy ITV. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy esély van az elhúzódó csapat küzdelmekre, és tudod, mire van még nagy esély? Na, szinte valaki feliratkozott a csatornánkra. Lehetséges, hogy pont Carrison Lord volt az immáron 8. hónapja, ezután is köszönjük neki a támogatást. És visszatérve a te gondolatmenetedre, tény, amit én rengeteg kezdeményezési lehetősége van mind a két csapatnak, de hogyha megfigyeled tényleg, hogy mit hozott mindkét csapat, hát igazából két all-in kompozícióról beszéltünk szerintem, mert hogyha egyszer elindul a dömping, akkor utána aztán minden érkezik. Tehát hogyha megindul Yellow Star, akkor valószínűleg már Björkzen is válaszolni fog erre kábítással, mehet rögtön előre Hanser, de ugyanez igaz lehet a másik oldalon, hogyha jön az a túlvilági hívás, jöhet a fénycsapda, jöhet Alice, még mehet beljebb, ugye, az a szellem nem tudom mióta van ott, de szerintem elég jó órabért fog szerezni már így a meccs végére. Főleg, hogy senkit nem vett még észre, mint tudjuk, hiszen Svenskeren egyszerűen kijátsza azt az őrzőt, és ez viszont ugye az Echo Foxnak baj lehet, mert ők ezt megpróbálják. Pontosan infónak felhasználni, és úgy gondolják, hogy Svenskere, hát akkor biztos a felső dzsungelben van. Minden esetre egyelőre a két csapat teljesítménye abszolút, de kiegyenlített. Agresszív próbálkozás nincsen sehol, egyedül Hard próbálhat meg egy valamilyen jellegű kezdeményezést a felső ösvényen, hiszen Svenskeren és Björzen most még nincsen ott a közelben, de ez főleg Svenskeren esetében lehet fontos. Na kérdés, hogy megpróbálkoznak-e egy durvább kezdeményezéssel. Svenskeren a wifi spotot lecsekkolta, és most Hard van ide, érkezik Lux is közben a másik oldalról. Hard életereje nagyon fogy, megjön közben Thresh is, és egy teleport a fénycsapda erről Svenskeren elvillan, megnézte a falat közelebbről Big, és Keith pedig megtalálta közben Yellow Star töretetlen akarat, nincsen, mert még csak négyes, az első gyilkosság Foxnál, láttad szólót? Hő, most hazament! Minden esetre Keith kikerülhet a fókuszból, mert jó a csapatának a pozícionálása, Big életereje 35 alá nem megy, ez talán egy picikét szerencse is, de kézgyógyítása mindenféleképpen jókor jött ki. Björgzennek a fókusza, pontosabban a végső képessége és égetése pedig benn maradt. A TSM lehet, hogy elszámolta magát, a Fox viszont egy gyilkossággal gazdagodott. És nem csak a TSM számolta el magát, hanem Hard reakció ideje volt egész egyszerűen fantasztikus. Gravesnek a robbanó lövedékét, a végső képességét egész egyszerűen teliben röhögte egy felemelkedéssel.
és az így elment az éterbe, nulla sebzést okozva egészen pontosan, úgyhogy minden elismerésem Hardy, a reakcióidő ezúttal jó volt. Első gyilkosság a Foxnál, és nézzük is ezt meg még egyszer, ugye Hardnak a pókicája az mellé megy, a füstgránát betalál, ugyanúgy, mint ahogy az itt a vége, és itt gyönyörű szépen felugrik Hard a robbanó lövedék mellé, még egy villanás ugye kimegy attól a Grace-től, túlvilági hívás jelosztára, aki ugye még nem lépte meg a 6-ös szintet, és kifárasztás, valamint sorozatlövés ide vagy oda, az első gyilkosságot el tudja kozni, közben szóló hazamen, Hunter még próbálkoznak Keith-re kezdeményezni, de ő könnyedén odébb ugrik, Foxnál azért egy picit, nagyon nem picit, nagyon rezgett a léc, de ettől függetlenül marad az 1-0-ás csere, és amit te is említettél, és tényleg valóban furcsa az az, hogy Bjergsennek semmilyen nem ment ki lényegében ebben az összecsapásban, talán nem annyira volt biztos, hogy képes lesz majd találni a képességeivel is, inkább nem is használt el a villanását, minden esetre marad az 1-0-ás csere, ettől függetlenül a TSM még így is 400 aranyjal vezet, holott a tornyok szám ugye egyenlő, ez köszönhető többek közt a középső, valamint a dzsungelben megfigyelhető farm különbségnek. És közben szeretnénk azért még megköszönni, ha nem is feliratkozás képében, de támogatás képében támogatott minket Buress, úgyhogy köszönjük szépen a támogatást mindenféleképpen a feliratkozáson kívül is. Na de! Akkor térjünk vissza a mérkőzéshez. Lux ismételten ugye egy fagyos királynő érintésével kezdi a tárgyválasztást. Már többször elmondtuk, hogy a töltési idő nőtt rajta a 6.2-es patch során, viszont még így is kihasználhatja az előnyeit, például a Fox. Most Yellowstar bukott le, és ennek köszönhetően az egész sárkány próbálkozás jött is a válasz a Foxtól. Egy dologra mindenféleképpen nagyon nagy szüksége lenne amúgy a TSM-nek, hogy egyel több tankja legyen, azaz Yellowstar, meglépje a 6-os szinte. Nem lenne utolsó a szinte biztos. 2-2 továbbra is a tornyok száma, és ugye a jégkirály őrintése, ahogy említetted, ritkábban használható az aktív része, de pont olyan karaktereknél, mint egy Lux, hogy az előző meccsen látható Csogátnak, viszont nagyon jól jön továbbra is az a lassítás. Elvégre azok után a képességével ugye mind a fénycsapdával, olyaj. Hoppá, ahogy mondod, viszont Viktor is érkezett még egy pajzs, mert hát miért ne? Már alapvetően pontosan. Sőt, igazából négy is, mert oda meg vissza is jó, ugye ráadásul a pajzs Luxon. Ó, közben Svenskeren kezdeményez egyet, jó volt a füstgránát, Kisz azt se tudta, hogy hova nyúljon hirtelen, Svenskeren viszont el tud menekülni, azért ez egy eléggé izgalmas szituáció lehetett az ő részéről, mert a Fox érkezett minden lehetséges oldalról, megpróbálta megbüntetni Svenskeren előre nyomulását. És hát igen, közben látjuk, hogy Solo, mint Trundle, abszolút debe van szorítva megint a felső ösvényre. Ezt megszokhattuk, amikor Poppy ellen játszik, ő annyira nem tud előre nyomulni. A váltott ösvény tolás inkább kimerül abban, hogy váltott ösvény védés. Igen, a benyomuló minion hullámokat próbálja nagy nehezen fölzebálni. Ugye egyelőre még csak egy ragyogással rendelkezik, azért a jégkesztyű megszerzésével a minion tolási képessége valamelyest meg fog nőni, illetve hogyha megszerzi majd a naptűzköpenyét, akkor még inkább. De ugye Poppynak azért ez a kalapács csapása a földre elég sok minion tud egyszerre elpusztítani, és ne felejtsük el, ugye már most rendelkezik a Bami parazsával, azaz folyamatosan égeti a körülötte lévő minionokat. És visszatérve egyébként a jégkirálynő érintésére, szóval ugye pont egy olyan hős, mint Lux, vagy az előző meccsen látható Csogát, az aki nagyon jól ki tudja használni, hiszen ezzel jócskán megkönnyíti például a fénycsapdának, vagy akár a térgörbítésnek, ami megint csak rendelkezik ugye saját lassítással. Az ezekkel való képességnek a betalálása jóval meg tud nőni, közben egy mindent látó őrszemet takarít ki az Echo Fox csapata, és megint csak egy-egy. Olyan. Közben Trundle és Double Leafnek a pár arcát láthatjuk, de érkeznek a többiek, sorozat lövés, pip-pap. De hú, itt vannak a rókák! A Double Lift most meghalt, és ez az őrszem játéknak volt köszönhető. Bőven kezdeményezett négy darab Fox játékos, és Björgzőre kimegy egy burst, de közben jó volt a gyengék szétszórása is. A TSM színája nem éppenséggel áll rosszul, de a Fox kétszer is meg tudta őket lepni. Az viszont mindenképpen a TSM javára hajtja, hogy sokkal jobban farmolnak
egyelőre. Hát ugye két gyilkosság ellenére is ők azok, akik vezetni tudnak aranyban, sőt, még a szurdok hírnökének elhozatalával is ők vannak aranyelőnyben, és hogyha minden jól megy ezen a középső ösvényen, ha ezzel a minion hullámmal nem is, de itt folytatják hamarosan, egy újabb tornyot tudnak majd dönteni, és ne felejtsük el, ez az utolsó külső tornya már a Foxnak. Igaz, ugyanez a másik oldalon is ugyanúgy elmondható, hiszen már csak a középső külső ösvénytornyok vannak meg, és big! Hát, ha játékos nem is, de egy röpke pillanatig egy pici déli bábot láthatott abban a bokorban, nagyon kevesen volt ez a hazatérés, minden esetre így marad a 2-0 továbbra is. Ugye az első sárkány próbálkozás az ebben a pillanatban indul meg a Fox részéről, Graves pedig hosszú-hosszú kilométerekre van, az a labda pedig ezúttal nem talál be, hát így elmarad a kábítás. Golden Glue, mint pedig Björzen szeretett volna még egy utolsót rákosszolni az ellenfél játékosára. Most kiment Golden Glue-nak amúgy a végső képessége, ráadásul a kékerősítés sincsen még rajta, úgyhogy lehet, hogy Björzen megpróbálkozna egy kombóval, de inkább a kékerősítés szerzi meg Golden Glue, nem marad az ösvényen. És ennek köszönhetően ismételte nem lesz gyilkosság a középső ösvényes játékosok között sem. Björzen viszont tovább tud farmolni, ami eddig is nagyon jól ment neki, és ez sokat számíthat majd a játék későbbi szakaszában. Miközben látjuk, hogy ő így már meg is vásárolt magának amúgy egy Morellonomikon. Ráadásul egy mélységi jogar lesz az ő következő választása. Ó, jaj, Fox! Ó, és ott van a fagyos király élete. Szellem, jaj, fussunk, srácok! És jönhet is a Foxtól a válasz lépés, a füstgránát, jó? A mindent látó őrszemért való küzdelemnek vége is. Svenskeren pedig nem biztos, hogy eleget fog tudni itt provokálni. Hardy Svenskeren végül a sújtással Svenskeren hozza el a fő csirkét. Jó a fénycsapda, meg a csúszás is Svenskerentől. Itt kérem szépen kóstolgatás megy a javából, és ennek köszönhetően az őrszem játék fog dönteni a kettőjük küzdelmében. Minden esetre az a jégkirálynő érintése ezúttal Hardnak az életét elég jól megmentette, nagy valószínűséggel belesétált volna abba a csapdába, hogyha nem érkeznek a szellemek, és a TSM-nek nem kell visszavonulnia. Viszont továbbra is marad a két gyilkosság a Fox oldalán, tárgyak pedig közben lassan gyűlnek, ugye Kalista már befejezte a letaszított királykarját, és amint meg lesz a Runán hurikánja, az ő miniontalási képessége is jócskán javulni fog, valamint a területi sebzése az esetleges csapatharcokban. Az általad említett Morellonomikon, illetve a mélység jogvár pedig teljesen jó választás. Oh, wow, Björgzön ezt a négy emberes kezdeményezést egészen stílusosan egy villanással lekezelte. Srácok, előbb kell fölkelni ahhoz, hogy Börzönt el tudjátok kapni. Ez viszont nem biztos, hogy igaz. Double Lift, Yellowstar és Svenskeren hármasával kapcsolatban. Double Lift ismételten túlságosan elő van, a halálos ítélet mellé megy. Yellowstar és Svenskeren pedig jól pozícionál, ebből már nem lesz kezdeményezés a Fox részéről. Viszont meg fogsz lepődni, Svenskerenen nincsen látókő jelen pillanatban. Valószínűleg nem is lesz. Ne, így van. Ráadásul ugye a... Nem. Csak, így van. Szóval nem hozta ugye... Semmi gond, a lényeg az, hogy egyetértünk. Tehát nincsen ott látókő, sem nyomolvasók tőre, úgyhogy a makrójáték a Svenskerennek még mindig idézi az SK Gamingben megvalósított játékát, amikor is kevés őrszemet akar letenni, de azt okosan. Hát inkább a kevés valósult meg eddig sajnos. Igen, mondjuk ettől függetlenül azért ez a sújtás mindenképpen jól jöhet neki, ne felejtsük el. Tény, hogy egy távolsági harcosról van szó ugye Graves személyében, de azért az ő hatótávja nem feltétlenül a legnagyobb. Tehát neki valamelyest úgymond szemtől szembe be kell ugrania az esetleges célpontokhoz. És ugye az a sebzés csökkentés az pont az a dolog lehet, ami megmentheti majd az életét. Ugye fogazott tőre már van, itt valószínűleg a Malmortius bendője épülhet hamarosan nála, és nagy valószínűséggel egy sztarákot is megfigyelhetünk majd rajta. Itt pedig Hauntzer és Solo, hát cica harcát figyelhetjük meg, ahogy püfölgetik egymást nem túlságosan nagy következményekkel. Viszont ugye látjuk, hogy Hauntzer már megvette a naptűzköp, egy elosztára között talál a gubó, válasz nagyon nincsen, Svenskeren pedig belesétál egy jó kis lux menübe. Minden esetre, ugye ahogy mondtam, Hauntzer a naptűzköpent vásárolta meg, így a váltott ösvénytalást, ő tudja alkalmazni ezt a taktikát, vártuk is tőle, és igazából a jégkesztyű se rossz nyilván Solo oldalán, de
a naptűzköpeny mindenféleképpen hatékonyabb. Na de nézzük csak, hogy egészen konkrétan ez a két csapat most így a 20. perc környékén mit szeretne csinálni? Hát például Solo kezdeményezni, Yellow Star ragadhat kint, viszont a töretetlen akarat most már kiment, érkezik a teleport is, eközben megjött Hauncer. Yellow Starnak most el a töretetlen akarata, annyi dárdát szedett össze, hogy egyszerűen nekem fájt, amit ki tudott tépni belőle, minden esetre Fox fejezte tudom, be. Mi fájt jobban? Na. Alistárnak a kombója, amit olyan szinten elrontott, hogy öröm volt nézni, konkrétan odébb tessékelte az Echo Foxos játékos, sőt, igazából megmentette az életét. Ugye a porrázúzás az azúttal elmaradt, minden esetre a végső szikra arra azért mindenképpen jó, hogy a minionokat eltakaríts, hogy a középső ösvényes torony egyelőre megmenekül, de megint egy újabb gyilkosságot tud elhozni az Echo Fox választ nélkül, amiben az imént említett Yellow Star szintén kivette a részét. Nézzük is ezt meg még egyszer, ugye Svenskeren egy őrszemen sétál át, ugye a VLC player nagyon jó, a túlvilági hívás szintén kimegy a törhetetlen akarat, de Yellow Star túlvállalja magát, jön még egy nagyon szép halálos ítélet, és itt Biget egész egyszerűen odébb tessékel is, amint lejár a törhetetlen akarat, erre már válaszol is Keith egy kitépéssel, addig ugye csak gyűjtögette benne a dárdákat különösebb sebzés nélkül, Hauncer pedig szerencsére Poppy-t játszik, bár nincs rajta túl sok mágikus ellenállás még egyelőre, de jól bírja azért az életerőnek köszönhetően még Golden Glue sebzését, aki rögtön második tárgyként egy Rabadon halásüvegét hozott, ő nem cicózik. Az biztos, minden esetre tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a Kalisztának egyszerűen a pozícionálása nagyon jó, nem véletlenül egy veszélyes lövész, most is 11 dárda után érkezhetett a kis tépés, egyszerűen gyönyörű szép volt tőle ez a kezdeményezés. Komolytalanul is kérlek szépen, mindenféleképpen szeretném folytatni a munkámat, srácok, ne nézzetek így rám. Na, de a középső ösvényen a rókák kezdeményeznek, Golden Glue eszi a torony lövéseket, de így, hogy négyen is itt vannak, ez a középső ösvényes torony dőlni fog, ezzel pedig átveszi a tornyokban való vezetést a Fox, ráadásul még a sárkányt is lehet, hogy megpróbálják elhozni. Nem, egy nekik abból bőven elég, legalábbis mostanáig. A TSM próbál esetleg valamit válaszolni, a messzelátó gömbben semmit nem vettek észre, még mindig az őrszem játékuk az, ami gyenge. Hozzá szerettem volna tenni, hogy az előző csapat küzdelemnél is az őrszemen való átsétálás miatt lehetett a Foxnak ilyen jó a színája. Most is erre igyekszenek, erre appellálnak amúgy. Érkezik a fagyos királynő érintése, a sárkány közben megkezdte a TSM, el is hozza Svenskeren egy jó sújtással. A halálos ítélet double lifted még eltalálja, közben Solo-ra mennek ki a képességek, de ő most inkább arrébb távozik. Big bekerült a legnagyobb buliba, és meg is halt. Minden esetre egy gyilkosságot elhoz végre a TSM, hiszen ez volt nekik az első, most pedig lehet, hogy megpróbálnak fordulni, hiszen van most már 600% bónusz fizikai és mágikus sebzésük, a középső ösvényes toronya pedig 3-3-ra módosulhat a tornyok állása. Hauncer pedig még egy picikét itt próbálkozik, de feltehetőleg a TSM inkább most már megpróbál majd visszavonulni, kérdés, hogy időben történik-e ez meg? Úgy látszik egyelőre, hogy igen, a Fox nem szeretne túlságosan agresszívan kezdeményezni. Hát ő függetlenül azért az előző csapatharcban jócskán volt hiba szerintem mindkét csapat oldalán. Egyrészt, hogy gyakorlatilag mint Mózes a tengert, ahogy szétválasztja, úgy álltak szét az a TSM-es játékosok double lift elől, hogy ez a halálos ítélet betaláljon. Golden Glue-nak a végső képessége teljesen mellé ment. Solo, illetve Big kommunikációja nem létezett, ugyanis hiába ment a lámpás, Solo inkább odébb villant, ahelyett, hogy az ingyen taxit kihasználta volna, az, hogy összességében egy eléggé kaotikus csapatharcot figyelhettünk meg, aminek ezúttal ugye a TSM hát jobban jött ki belőle, ugye egy gyilkossággal, ettől függetlenül azért a kommunikáció még úgy néz ki, mindkét oldalon van mit javítani, mert ez nem volt szép. Ugye alapvetően a ravasz húzás hiányzik a TSM részéről, az, hogy valakit fogjanak és esetleg tudjanak rendesen kifókuszolni. Igen, főleg Gravesnél lehet ravasz húzás, köszönöm Zsolti, te is kezdesz bemelegedni, úgy érzem, minden esetre, na, szóval,
A mindenlátó érszemtakarítás folytatódik a Fox részéről, egyértelműen nagy hangsúlyt helyeznek továbbra is a makrójátékra, a TSM pedig ezt már most már nem tudja megakadályozni, a törhetetlen akarattal Yellowstar-on sebezni túlságosan sokat nem lehet, viszont ne felejtsük el, hogy Golden Glue végső képessége hamarul letöltődik, Sven Skinnerre jó halálos ítélet, ő még megmenekülhet, túlvilági hívás érkezik, vele együtt pedig ott van Keith is, de ott a Burst, kettős gyilkosság Björgsönön, Nester! Itt van, mondja a TSM, és mennek tovább. Szóló egyelőre menekül, Double Lift tökéletesen le tudja követni. Nagyon kevés életerő, és még egy villanás is. Ó, három gyilkosság landol a TSM-nél. Kérdés, hogy hogyan viszik tovább ezt az akciót. Golden Glue és Hard valószínűleg nem sokat tudnak hozzátenni ehhez a torony védelemhez. Főleg, hogy fölül közben amúgy elindul Svenskeren. És ez a torony kérlek szépen dőlni fog. Szép válasz a TSM-től. Szép válasz a TSM-től, és hát horribilis kezdeményezés szerintem a Fox-tól. Big és Keith teljesen vakon mentek át azon a falon, semmit nem láttak, hogy ki van a túloldalon. Svenskerenre nyilván vérszemet kaptak, de Björgsen tökéletesen reagálta le a helyzetet. Svenskeren pedig a Malmorcius bandő ugye meg tudta menteni, túlélte azt a bőrsebzést. Minden esetre ilyen kockázatokat nem kéne bevállalni a Fox csapatának. Nagyon szép az első halálos ítélet, a túlvilági hívás gyönyörű, az ingyen taxi is, és Björgsennek a sebzése is már érkezik, és a végső képessége, meg még a robbanó lövedék, csak hogy tényleg jó legyen. Ezt ne próbáljátok ki otthon, gyerekek, mert veszélyes. Hát, semmi kérdés. Egy szólónak ugye még a halálát megfigyeltjük, Double Lift nagyon szépen csúszkál, és még egy villanással tudja végül befejezni. Szólót minden esetre 4-3 az állás, és 4000 arannyal már is vezet a TSM, holott egészen eddig nagyjából fejfej mellett haladtak a csapatok. Nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik csapat meri majd elsőként bevállalni a Baron Nashort, hiszen még egyik oldal sem tudott kellőképpen ugye elkanászodni. Björzen azért így a farm előnyét, és most már ezt a 2-0-0 statisztikát is kihasználva, a mélységi jogar és a Morellonomikon mellé vetér Rabadon halálsüvegét is. Na ezek után, amit az előbb láttunk, az kérlek szépen semmiség lesz ahhoz képest, amit tudod, képes kiadni magát. Tudod, mi a probléma még a Fox oldalán? Ugye van egy Björzen, aki kilométerekről tud kábítani, na most a Fox oldalán ugye Keith-nél sem Higan Sejemöv, Bignél pedig nincsen Mikkel tégeje, tehát hogyha Keith-et egyszer eltalálja a Björgsen, akkor mondjuk ezek Kalisztát temetni lehet. Double Lift 3 az egyenleni szituációban, ott egy Big Hard, ja még egy ember, semmi gond, Double Lift végül meghal. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy Double Lift vágás volt a felső ösvényen, hol a TSM maradék gárdája? Ez ilyenkor a nagy kérdés, mi lehet a válasz? Hát egészen konkrétan az alsó ösvényen megy Hauncer a toronyig, a többiek pedig jót büféztek a középső ösvényen és környékén. Ha megfigyelted azt a két őrszemet, ami most ugye áthaladt az Echo Fox, ugye láthatod, hogy mindenkinek szinte tele volt a hatóideje, ergo Double Lift mindenféle rálátás nélkül volt teljesen egyedül azon a felső ösvény, ugye már a kettes szintű torony közelében, így nyilván meg lehetett őt büntetni, és ebből a Fox úgy néz ki, hogy fordulni szeretne a játék első baronnasorjára, hiszen ember hátrányban van jelenleg a TSM, igaz Pop is veszi. Ó, itt van közben Yellowstar, gyönyörű szép kettős porrázózás, kérdés, hogy megérte ennyire előre menni. Svenskan még túléri, meg a Keith, a hátsó sorban pedig Hard is, Golden Glue még él egyelőre, jó a jégoszlop arra, hogy el tudjanak menekülni. Hauncer rengeteg sok sebzés nem szenved el, hiszen ő egy poppi, kérem szépen, és a baronnasor hívás végzetesnek bizonyul a Fox részéről valamilyen szinten, hiszen két halállal fizetnek érte, és egyedül Svenskerennel tudnak szépíteni. Itt még szerintem torony dőlésre is van esély, hiszen beszéltük már, hogy mennyire jó ostrom képességei vannak a TSM-nek. Nézzük is ezt meg még egyszer, ugye megint csak odébb tessék el, Big Man, utána egy villanás után kettős porezúzás attól az Alistartól. Érő szép közben a végső szikra, de Svenskeren ez a sebzés nem túl sok, Hard közben meghal a háttérben, Hauncernek viszont mellé megy az őrzői ítélete, az ingyen taxi szólóra jó, és az őrszemtakarítás pedig érkezik, minden esetre úgy néz ki, hogy az alsó ösvényes tornyot valóban sikerült ledönteni a TSM-nek, tehát nem csak két gyilkosságot hoztak el egyért cserébe, hanem még egy tornyot is, és ráadásul még a Baron Nashort is meg tudták állítani, így ezáltal az ő aranyelenyük most már lassan 6000-re fog rugni, hogyha ezt így folytatják, középső ösvényen pedig lehet egy kicsit pofoszkodni, vagy akár szép lassan rámozdulni a sárkára, amire megint csak a TSM-nek van rá
rálátása. Ó, itt viszont egy akció készülhet szépen, kedves nagy érdemű. Hard és Big Hound-szert esetleg be tudják csapdázni. A jégoszlop igazából talál, de nem is ez a fontos, hiszen így megy előre középen a 4-es TSM vonat. Hound-szer kicsikét le van maradva, de bal oldalt kicsit kizónázva érkezhet a Fox. Minionok nincsenek jelenleg, hogy segítsék a többieket, de megérkezik végül a Fox a megfelelő oldalára a pályának. Ezzel pedig meg tudják védeni a középső ösvényes rohamot. Ennyi jutott egyelőre, de lehet, hogy most a Fox próbál valamit válaszolni. Azt a Golden Glue se tudja, hogy hova ment az a fénycsapda. Minden esetre ne is ezt próbáljuk meg megválaszolni, hanem... Ezt mi nem érthetjük. Hát ezt nem. Ezt mi nem érthetjük. Minden esetre 6-5 az állás egyelőre. És ugye egy átoknyelőt már megfigyelhetünk ki, hiszen annak ellenére ugye egyetlen egy mágikus sebzéssel rendelkező karakter van a TSM oldalán, ettől függetlenül készülnek a sebzésre, erről árulkodik többek közt az Iron Sorry medálja is, és 2 darab kísértett kámzsa is az Echo Fox oldalán. Félnek, Björk Center. Félnek, és jól is teszik, hiszen 330-as farmmal rendelkezik a 31. percben, és 3 darab gyilkossággal. Hogyha esetleg a mélységogar nem lett volna elég, hozzácsapott még egy üresség botját is, csak hogy ténylegesen fájjon, mint egy buszkerék, de... Hound-szer! Na most sok sebzés kapott a Pobi. Hát az biztos, szerintem ezt ő se dolgozta még fel jelen pillanatban. Nem is érted, miért szürke a képernyő. Minden esetre ez nagyon durva hiba volt. Minek volt ez köszönhető, Zsolti? Várjál, mivel te kérdezted, így arra tippelek, hogy az őrszemjáték. Nagyon jó válasz, kérem szépen, közben egy baronasar hívás érkezett. A Foxon nagyon szép volt a gyengék szétszórása, 1002-es kábítás is jobb érzente, de most jöhet a válasz a Foxtól, mekkora jó jégoszlop, de nem sikerül utolérnie senkit a Foxnak, és ember hátrányban provokál a TSM, és megy megint a középső ösvényen elől. Közben a fantasztikus megálló sávban egyszerűen közlekedik a Fox, és ismét jó helyére kerül a pályának. Nem mernek konfrontálódni a TSM-mel, én úgy érzem, főleg még így ember előnyben sem, ami azért kicsit furcsa lehet, de még a megfontolt játékra is utalhat. Fox közben a felső ösvényen takarítja le a Minion hullámot, így az inhibitort védőtorony ezúttal megmenekül, a szellemek pedig kijönnek, nem túl sok emberre, minden esetre ugye baronnasor még mindig él, ezután rálátása azért van a környéken a Foxnak, pár mindent látó őrszem, de ezt Double If nagy valószínűséggel meg fogja találni, közben Biget tessék el, Jodéb Yellow Star. És egyelőre az operatőr se hiszi el, hogy itt történik valami, de közben megérkezett Hound-szer is, megint elfogyhat az a Poppy, nincsen jó követés, nagyon jók viszont a pajzsok, hűha, láttad szólóék, hogy repültek-e? Megjött a Millennium Falcon, minden esetre Double Lift-től kivegy a sorozatlövés, és egyelőre a Fox játékosok visszatértek, hiszen bázisvédő cipő már van, ők megvédték a bázisukat, így jöhettek vissza. És a TSM akciója amúgy megint ennyiben kimerül, én úgy érzem, nem tudják megfogni a Fox-t. És mértékben egyet kell, hogy értsek veled. 6-6 az állás, továbbra is körülbelül 6000 arany a különbség a két csapat között. Svenskeren közben pedig a második sárkányukat szeretné elhozni a TSM javára. Egyen rendelkezik már az Echo Fox is. És ahogy te is említetted, a TSM inkább csak kóstolgatja a Foxot, de annak ellenére, hogy két milyen kompozíció néz egymással szembe, ezt a bizonyos all-int, amivel egyébként mind a ketten rendelkeznek ennek a potenciájával, egyelőre még egyik csapat sem szeretné túlságosan bátran bevállalni. Így csak nézegetik egymást, próbálják a fogást találni, illetve a hibákat kihasználni, amiből azért van jócskán, de sajnos ezeknek a megbüntetése is sokszor elmarad. Gergzen pedig már egy elixírt el is használt, így nagy csatára készülhetnek, az alsó ösvényen pedig szóló, ugye váltott ösvénytolást végez neki, már van egy titánhidra, így ez sokkal hatékonyabb, mint eddig, de ne felejtsük el, a teleportja az elérhető, egy esetleges csapatharca tud válaszolni, de közben megérkezik Hound-szer, és talán még pont időben, hogy megmentse ezt a tornyot. Így van, sőt egészen konkrétan szépen kizónázza szólót, ő egyedül nem fog ezzel a Poppival küzdeni, igazából túlságosan sok értelme nem is lenne, hiszen jövő karácsonyig tudnák egymást püfölni, a baronnasor környékén pedig itt a Fox, de ez csak őrszem takarítás, amiben eddig is nagyon jók voltak,
A lerakásokban annál kevésbé viszont. Legalábbis most úgy néz ki, de pótolják nagyon gyorsan ezt a hiányosságot is. A baronasor környékére rá szeretnének látni. Eleve a jó érszemezések megengedik Szólónak a hibátlan érkezés, mert ő neki most ez a dolga alul provokál. Ha pedig érkezik egy baronasor hívás a Foxtól, akkor Hauncer nem fog tudni oda menni. Még egy kis csali érkezik Szólótól, Hauncert egyre jobban kiúzni és egyre távolabb keríteni a csapatától. Az mondjuk egy nagy hiba lenne, hogyha Szóló teleportját meg tudná akadályozni Hauncer, mert lehetősége végül is van rá. Ezért inkább a Fox meg se próbálja ezt a kezdeményezést. Egészen mostanáig nagyon fejfej mellett halad amúgy a két csapat, ha nem is az aranykülönbséget nézzük, de az... Oh. Hát, az kész. Ő megkezdi. Az összes pók csapat a mindenével... mások gondolja viszont, legalábbis egyelőre, kíz közben azért végre megérkezik a dárdákkal. Ezt akár ketten is el tudják hozni, de Svenskeren azért nem ez rest. Ez nagyon jó hívás lehetett volna, de kíz lebukott hard. Jézusom! Úristen! Éppen hogy túléli ezt a küzdelmet, de a Vöröszeder hát kéznél van egy sújtása még, vissza lehet tölteni a hiányzó életerőt, de majdnem egy irgalmatlanul nagy hiba lett ebből amúgy nem rossz hívásból. Nem csak majdnem ebből lett is konkrétan, bár a TSM valószínűleg erről a villanásról nem tud, hiszen rálátása nem volt a falon túlra, és Svenskeren, ha jól látom, nem volt elég közel ahhoz, hogy ezt lássa, de egy idéző képesség ment ki mondhatni a semmiért, mert már Hard elkezdte a baron nasort, a csapat egész egyszerűen nem reagált rá, mintha a solo queue meccset néztünk volna. Hogy gyertek baronozni, hagyjuk a fenébe, de már itt kezdem, nem érdekel, nem megyünk. Minden esetre, ugye ez sajnos így alakult. Ráadásul Keith sem tudott átugrani a falon, hiába próbálkozott azzal a dárda hajítással. Így az olimpiára valószínűleg nem fog majd kijutni. Az már biztos, hogy legalábbis nem ebben a versenyszámban. Na de nézzük, hogy hogy állnak a csapatok jelen pillanatban. Teljesen jól látszik, hogy Double Rift és Yellowstar, valamint Keith és Big az, akik leginkább fókuszba kerültek eddig mind a két oldalon. Ugyanazon pozícióban lévő játékosok haltak meg, és Björzen, valamint Golden Glue lehet a kulcs ebben a küzdelemben. Ugye ne felejtsük el, hogy van már egy Benshee fájta is például Hardon, így ő akár mehet az első sorba is, de szerintem még mindig ez a teljesen tankos Elise nem lesz jó a játék végére, sőt most se tudni fogja állni a pofonokat, de kevés lesz ide, mert nem rendelkezik annyi zónázási képességgel, és a lekövetés gyakorlatilag egyedül Golden Glue és Keith tudja biztosítani, már azért Szólónak is van egy kevés sebzése. Minden esetre hosszú távon amúgy, ha így megy tovább, akkor a TSM az aranyelőnyét az fogja tudni kamatoztatni, mert azon nagyon, de nagyon dolgoznak. Dolgoznak, de egyelőre azért úgy néz ki, hogy inkább stagnál ez az aranykülönbség. Továbbra is 6000 az aranykülönbség kettejük között. És ugye Elise-nek bár azért valamelyest van sebzése a Runa viszonynak köszönhetően, inkább ilyen hibrid Elise, kicsit tankos, kicsit sebzés. Na lesz-e lopás, ez itt a kérdés. Válasz az, hogy nem, mert a TSM egyelőre inkább visszavonul. És ez a képesség hegyek, ahogy folyamatosan mennek el. Elhozza végül Svenskeren azt a baron nasort. Hardy Szóló benne vannak a baron völgyében. Na nézzük, mert nagyon szépen elment megint Szóló, innen viszont meghalt Keith. Most már Golden Glue is a halakkal vacsorázik. Hard pedig megkapja az utolsó pofont. Egy fantasztikus lövedéknek köszönhetően. Négy ember halt meg a Foxtól, Hauncer pedig a főső ösvényen már a tornyot üti, csapkodja, Szóló próbál itt valamit tenni, de érkezik a TSM vonat. Hauncertől jó volt a pozícionálás, hősi roham tanál. Ennyi, kész, az inhibitor torony dőd, ahogyan Szóló is, és gyakorlatilag ezzel a TSM a baronnasor hívást jól kivitelezte, a játékot pedig végül be tudja fejezni. Egyetlen óriási hiba elég egy mérkőzés elvesztéséhez. Bedőlt a Nexus, a TSM pedig győzelemmel kezdi a hetet. Kérdés az, hogy azzal is tudják-e befejezni. Minden esetre ezután, a meccs után is úgy érzem, hogy lesz mit kiértékelni és átnézni, ugyanis ez sem volt egyáltalán tökéletes teljesítmény tőlük.
Mindenesetre a Fox ezúttal nagyobb hibákat követett el. Ugye pont ennél a Baron Nationalban valószínűleg a végeredményben sokat nem változtatott volna, de milyen jól jött volna például Hardnak a villanás, amit ugye előtte elpazarolt, sőt majdnem meg is halt a Baron Nationalnál. Tehát beragadt egész egyszerűen, ahogy a lopási próbálkozás nem jött ezúttal össze, így végül a TSM tudott felülkerekedni az Echo Foxon egy azért viszonylag hosszabb 38 perces mérkőzésen, de a jóslatod minden esetre bejött, Björgsennek a teljesítménye ezúttal is szerintem eléggé helytálló volt, mind farmban, mind pedig a gyilkosságban való részvételben, és ugye neki önmagában a jelenléte már egy zónázó eszköz volt, hiszen a gyengék szétszorása labdákkal együtt az brutális tud lenni, és ugye ne felejtsük el, még a játék végére sem készült el semmilyen olyan tárgy a Fox részéről, amivel le tudták volna ezt szedni például Keithről, vagy akár ugye Big saját magáról. Az egyedüli védelem ez ellen gyakorlatilag egy benség fájtla volt Ellison, hát aki meg beragadt a baronna sorodójába, és onnantól kezdve nem tudott mit kezdeni, ráadásul szólnak a hazarepítése is nagyon szép volt, így egy hatalmas zavaró tényezőtől szabadult meg a TSM az utolsó csapatharcban. Levadázták a maradék négy emberkét, akik azért nem voltak túlságosan tankosak. Ellison voltak tankos tárgyak, de ahogy említettük, ez egy hibrid Ellison volt, tehát sebzése sem volt sok, meg tankosságban sem volt úgy túlságosan kiemelkedő, így próbálta mind a kettőt balanszolni. Thresh pedig azért vásárolt magára életerőt, de nem, alapvetően erről szól azért ez a karakter. Így van, ugye eléggé sok hibát vétett a TSM is, de például Foxnál is nagyon, de nagyon sokat számított, hogy nem tudott kijönni Luxnak az a gluztustalan végső képessége és sebzése. Na de, adjuk is át a szót ezen gondolat után a magyar elemzői asztalnak. Kíváncsian várjuk, hogy Pierce és Darcyk mit tudnak hozzátenni az elemzéshez, mert ez a mérkőzés nekik nagyon tetszett. Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük szépen a szót kedves Thanatosnak és Iovinnak, hogy mi is megszólaltunk a meccs után. Üdvözlöm mindenkit, Darcy úr is a mellettem. Arra szerettem volna kezdeni az elemzés, egyértelműen a szépen várt Bjergsen bomba robban. Időzítve volt, hogy mikor fog majd belépni a hadszintérre. Ha már team solo, mid, és sokszor ugye mindenki a szójátérnek a középpontjába kerül, a taxizástól elkezdve a Fox fejetlenségét tudnám úgymond kiemelni, legalábbis az én szemszögemből nézve, azért egy támogató játékos bármikor, bármennyire is big, nagy, azért nem vállalhatja azt túl, hogy a kif tépéssel rendelkező kifet majd tovább viszi egy láthatatlan övezetbe, Tanatos szavaival élve, és ennek köszönhetően onnantól kezdve tényleg kicsit a fej veszve menekült és csinálta a dolgot az Echo Fox. A kétszeres baronosor hívás mínusz 8000 arany hátrányban. Egyébként az egyik legjobb döntése volt a Foxnak, csak a kivitelezés az volt... Hát főleg azért elég hardul elvillant. Valaki nem szeretne elemezni, srácok? Az a lényeg egyébként, hogy a TSM nagyon-nagyon kivárta ezt az egész mérkőzést. Tehát az első 15 percben nem nagyon mertek kezdeményezni, az első gyilkosságot is úgy adták oda a Foxnak, hogy elhozhattak volna érte legalább kettőt, viszont azt azért hozzáteszem, hogy tényleg az első csapatharcra visszautalva, a TSM nagyon hát fejetlenül ment bele az egészbe. Két pozícióban is két-két játékosuk volt, míg a Fox közre zárható lett volna, viszont jobban ismerték fel ezt a szituációt, és ezért is tudtak elhozni egy gyilkosságot, ha minden igaz double lift volt, az nem is az a lényeg, hanem hogy megvolt az első gyilkosság, és utána Björgsen nem használta el semmiét az ég egyadt a világon, hiszen úgy gondolta, hogy meg lesz az első gyilkosság a vörös szederhátnak köszönhetően, és nagyjából 5 életerővel, hogyha túlélte az ellenfél. De a lényeg az az, hogy nem lett meg, és ez az, ami igazán számít. És ami miatt vissza tudott térni Björgsen is a mérkőzésbe az az, hogy Svenskeren kevés életerővel, de becsalizott két játékost is, Björgsen pedig le tudta reagálni az egész szituációt, és onnantól kezdve indulhatott meg Björgsen egészen addig,
Hát ő egy nagyon csendes játékos volt, ami nem jellemzőre. De jó, hogy csendes szót emelgetted is, mert ha valaki nyomban követte, a 11. percben hanyaszintű volt Svenskeren míg Hart, két szint különbség volt kettőjük között. Tehát Svenskeren baromi jól farmolt, sietett, nem sokszor dugta ki az ormányát a jungleből, de amikor kidugta, akkor egy baromi erős shotgun badállattal találkozott bárki. És emlékszünk arra, amikor ugye próbálták a shooteráknál, a wifi spotnál összezárni Svenskerent, a gubba elől kivillan, majd pedig konkrétan ő támadott vissza ember hátrányba. Persze később Yellowstar halt meg a felső ösvényen, ugye 4-es szintjének köszönhetően, de Svenskeren agresszív, erős, kicsikét depressziós, kicsikét defenzív, hogy farmolt a saját jungle-ébe, de utána, amit Graves tud sebezni, ez tökéletesen egy ilyen prezentáció formájában előadta, hogy srácok, hát ez azt mondja, hogy Graves. Na, elmézó. És megvolt a sebzés, emeli persze a tekézi is, ugye nagyon jól kiemelték a srácok, hogy sejjelőbb kinél is készült, ja várjál csak, ja hogy Lux, ja hogy homokor, ja hát két emberre úgy tekézett Bjergsen, ahogy csak akart. Az ahogy a baj, csak akart. Pedig készült az a sejjelő, hát, csak váratott magára. És még az is segítette a sejjelő elkészülését, hogy Double Lift elkapatta magát a felső esvényen teljesen egyedül, amiért a csapata mit tudott elhozni, semmit az ég egyadt a világon. Tehát megvan a győzelem ugyan a TSM-nek, és a végére belerázottak a mérkőzésbe, de nagyon döcögős indulása volt ennek a győzelemnek, én azt szeretném inkább kiemelni. Ez igaz is. És még azért a mérkőzés elején, amikor nagyjából az elején, amikor Yellowstar kezdeményezett, illetve elrontotta a kombóját, azért azt hozzátenném, hogy úgy menekülhetett volna meg abból a szituációból, ahogy akar. Igen. De a fejeléssel bement. Volt még villanása, tehát akár három embert is feldobhatott volna, hogyha minden igaz, ezt nem használta ki viszont. És attól függetlenül, hogy nem találva az ő kombináció, ezt ugye a csapata nem várhatta, ők azt gondolhatták volna, hogy meg lesz a feldobás, és mégsem érkezett semmiféle követés. Azért törhetetlen akaratban nem hiszem, hogy minden Alistair játékos követi, hogy pontosan hány dárda van a sejhajában. És az, hogy Alistair kijött már az akarata nélkül, és azonnal meghalt a kif tépésbe, egyértelműen már ugye kif egy elég erős lövész volt ugye a meccsen, és a kitépésre rendelkező Kalista pedig ugye kif és kitép. Szóval elég erőteljesen tudott játszani ezzel a karakterrel, és azt persze, hogy először nem fogja számolni, hogy hú, ha van benne 14 dárda. Lehet, hogy most kéne kilépni, igen. És ez erre nem volt teljesen felkészülve, meg persze, hogy mondtad, azért Yellowstar egy kutyaerős játékos, de nem biztos, hogy most még abban a rétegben érzi magát, ahol ki tud teljesedni. Ez igen. A hívások, na most csomószor látjuk azt, hogy Yellowstar, hát ha meghaltad valahol a lacháza mellett, aztán most meg a tatabányán halt meg. Mit csinál? És hol vannak a többiek? Tehát az, hogy most ki a hívás kezdeményezője a csapatban, meglátszódik, hogy nem Yellowstar valószínűleg, bár erről még hivatalos információ még nincs túlságosan nagy, hogy a TSZ-en most éppenség ki dirigál, viszont Yellowstar a Fnaticnél dirigált, és vezette a küzdelmeket, látszódik, hogy itt is próbál kezdeményezni, csak néha azt látjuk, hogy hú de béna. Pedig nem ez, csak ezt látjuk kívülről, de ez nem igaz. Nincs követése csomó alkalommal. Igen. Pontosan ez a legfontosabb egyébként, itt a visszajátszás során láthatjuk is, hogy Svenskerent elkapják a húzással, erről a szituációról beszéltünk a villanással, nem a csapata felé megy, hanem Bjergsen felé, aki egyébként még a bokorban is várt, tehát ha lett volna őrszem, amit látunk, hogy volt is, az őt nem fedezte föl. Rálátása volt az Echo Foxnak a környékre, viszont a bokorban álló Bjergsenre tényleg nem számítottak, és ezért is mentek bele abba a kettős halálos szituációba. Double Lift pedig le tudja követni az utolsó gyilkosságot, ugye, hiszen Solo-nak éppen lejár a végső képességeiből kapott plusz tankossága, ezért őt be lehetett fejezni. És így ez a hármas gyilkosság nagyon is kellett a TSM-nek. Elég kemény eleve lámpással, ingyen taxival lövész vinni valahova. Általában rajta ült is, tömkeleginél működik jól, behozod ugye a kicsiké tankosabb jungle-es magaddal, de nem kifet. És ugye egyértelmű, hogy Bjergsen szindrája tipikusan az a karakter, aki Viktorhoz hasonlítható, másodperc, tized másodpercek töredéke alatt valakit eltemet. De nem eltemet, hanem elás a föld alá. De mint a húzat. És amellett, hogy két ember tekézett be, onnantak ez aranyélet volt apukám. Pontosan. Aranyélet. Nem voltak már eleve kijön már a Freshnek, Svenskeren, a középső ösvényen minden kábítása, nyúzás, húzás, minden doboz. Mm. És onnantak kezdve a Thresh ment be, ez a legfontosabb tényleg egyébként, nem volt már kirántása se a Kalisztának, hiszen azt elhasználta, hogy még korábban befejezze részt, és ami még fontosabb, az a kommunikáció és a bizalom között a két játékos között, Svenskeren és Bjergsen között. Jól lehetett látni egyébként a kistérképen is, meg a kamerában is a visszajátszás során, hogy Bjergsen nem mozdult ki a bokorból, nem véletlen, hogy ne legyen rálátás. Svenskeren pedig nem a csapata felé, ahol egyébként két-három játékos is megsegíthette volna, indult el,
hanem külön, teljesen egyedül Björgzön felé, hogy ez a szituáció létrejöhessen, és amint beérkezett Kalista, illetve Thresh párosa, ugye jött még egy alaptámadás Gravesre, de ennyi sebzést kapott összesen. A probléma, a lehető legnagyobb probléma az volt, hogy Thresh nem egy alaptámadásra próbálta befejezni Graves, amely esetben meg lett volna egy gyilkosság, hanem egy nyúzást aktivált, amit viszont a Malmortius bendője levédett, hiszen ez körülbelül az egyetlen mágikus sebzés, ami még rendelkezésre állt e között a két karakter között. És így nincs meg a gyilkosság, Graves viszont kettővel is gazdagodott. Hibátlan játék a TSM-től. Az, hogy Bjergsen végig formban előtte volt Golden Glue-nak, ez ugye nagyon sokszor a végső szikrának is volt köszönhető, ugye, hogy használta arra, hogy formalasson, valahogy behozhassa a hátrányát. Sorozatosan Golden Glue később kapta a kék gólem erősítés, mint Bjergsen. És ezzel egy Syndra-val hasonló képességekkel fogsz tudni mindig köpködni, még Lusznak azért találnia kell legalább lefogással pluszban, hogy igazán jó lehessen, de szerintem ennyi végig elég volt arról, hogy a TSM lassan, döcögősen, de utána beindult a gépezet. Megnyerték a mérkőzés az Echo Fox-szal szemben, pedig ezzel a lendülettel Darcikkal együtt kézen fogva átadjuk a szót a szünetnek. Sziasztok! Sziasztok!